Május 25-én vasárnap lesznek az európai parlamenti választások. Mentőpont, járdák és lakótelepi játszótér. Vecsés aktuális fejlesztéseiről a polgármestert kérdeztük. Városunkban rendezték meg a Pest megyei vers és prózamondó verseny döntőjét. A Rumini Ferrit szigeten című színdarabot mutatták be az andrási telepi iskolások. A kitelepítésre emlékeztek május 18-án a vasárnapi misén a Szentkereszt templomban. A biológiai sokféleség napján a házi állatok világába tekintettünk be. Dr. Horváth János háziorvossal folytatjuk névjegy című rovatunkat. Bajnok lett a női junior kézilabda csapat. És már csak három mérkőzés választja el a bajnokság végétől a VFC öreg fiúit. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának május 23-ai adását látják. Nézzük rövid híreinket! Május 25-én ünnepli átadásának harmadik évfordulóját a Vecsési Tájház. Ez alkalomból a Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Mosolyország Óvoda gyermekei táncbemutatóval készülnek. A zenét a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület biztosítja. Ezen a napon kerül sor a tájház boros pincéjének átadására is. Május 31-én szombaton és június 1-én vasárnap rendezik meg Vecsésen a második Bálint Ágnes Mesefesztivált. A rendezvény díszvendégei idén Csukás István mesefigurái lesznek, Süsüvel a főszerepben. A mesefesztiválra ellátogat Bodrogi Gyula színművész is. Az esemény minden programja ingyenes. Május 25-én vasárnap lesznek az európai parlamenti választások. A legfontosabb tudnivalókat Mohainé Jakab Anikó jegyző ismerteti. Ugyanúgy reggel 6-tól este 7 óráig lehet a szavazóhelyiségekbe fáradni szavazás céljából. Nagyon fontos tudni, hogy egyetlen egy szavazólapot kapnak a választópolgárok, amit ott előttük fognak lebélyegezni a szavazatszámláló bizottsági tagok. Kapnak borítékot, ha akarják, betehetik ebbe a borítékba, ha akarják, nem. És természetesen a szavazást követően ugyanúgy az urnába kell belehelyezni. Azt szeretném mondani, hogy mindenki nézze meg a személyigazolványa útlevele jogosítványának az érvényességét, mert csak érvényes okmányokkal lehet menni szavazni. Ha nem érvényes neki a személyigazolványa, a személyazonosításra alkalmas igazolványa, akkor vissza fogják utasítani a szavazásról a szavazatszámláló bizottsági tagok. Azt még szeretném elmondani, hogy most az Európa Parlamenti választáson később lesz eredmény, tehát a lakossági tájékoztatóira is csak később kerülhet sor, mivel meg kell várni, hogy a tagállamok országaiban is befejeződjenek a szavazások. Mozgóurnát lehet-e még igényelni? Mozgóurnát még lehet igényelni. Az a kérésem a lakosság felé, hogy a szavazás napján délután 3 óra az a határidő, ameddig lehet mozgóurnát igényelni, elektronikus úton és személyesen is, tehát lehet, hogy valakivel, mondjuk egy mozgáskorlátozott személy beküldi a szavazatszámláló bizottságba a mozgóurna kérelmét. Nagyon fontos, hogy ez 3 óráig megérkezzen, mert csak akkor van lehetőség a szavazatszámláló bizottsági tagoknak kimenni a mozgóurnát, kivinni a választópolgárhoz. Van-e valamilyen speciális tudnivalója annak, aki átjelentkezéssel kérte a szavazási lehetőséget? Aki itt Vecsésen fog szavazni, de az állandó lakcíme valahol más településen van, annak azt kell tudni, hogy a Bálint Ágnes Kulturális Központba kell jönnie szavazni az 5-ös szavazókörbe. Most ezen a szavazáson nem fog eltérő színű borítékot kapni, tehát egyforma színű boríték lesz, mivel ugyanaz a szavazólap az egész országban, ezért ennek most így nincs jelentősége, és ez a szavazatszámla a bizottság fogja kibontani valamennyi borítékot. Járdaépítés és játszótér felújítás zajlik a lakótelepen, valamint kialakítás alatt áll a Lőrinci úti mentőpont is. Vecsés aktuális fejlesztéseiről Szlahó Csaba polgármester nyilatkozik. Gyakorlatilag minden ízében készen áll az ingatlan, hogy fogadja a mentőautót. Egyedül a garázs leszállítása késett, és ezért nem tudtuk májusban beüzemelni gyakorlatilag, ezért nem áll itt a mentőautó. Most remélem már ott tartunk, hogy egy extra magas garázs kellett rendelni attól a cégtől, akitől egyébként már mi rendeltünk ilyen kézgarázst, garázsokat, és ők azt ígérték, hogy hamarosan leszállítják, és amennyiben ez megérkezik, akkor gyakorlatilag másnaptól készen áll a fogadásra az ingatlan. Tehát remélem, hogy az országos mentőszolgálat is meg lesz elégedve, miután megtekintik ugye a helyszínt. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy mindent teljesítettünk, amit megbeszéltünk, amit kértek,
és nagyon bízom benne, hogy most már tényleg júniustól itt van a mentőautó, bár inkább talán dátumot már nem is mondok, mert egyszer május már elhangzott, de még egyszer hangsúlyozom, remélem, hogy most a garázs elkészültével, leszállításával júniusban szolgálatba állhat a mentőautó. Hamarosan megkezdődik az útépítések és a járdaépítések első üteme, ahogy az előző heti interjúnkban Alattyány Istvántól elhangzottak. Melyek azok, amelyek először kerülnek majd sorra? Hát amit biztosan tudok mondani, és már el is kezdődött az a lakótelepi járdaépítés. A belső járdaépítés az gyakorlatilag egy tavalyról áthúzódó beruházás. Nem akartuk már ősszel föltúrni, nem tudtuk, hogy milyen tél várható. Utólag most már tudjuk, hogy nyugodtan megcsinálhattuk volna, de inkább akkor úgy döntöttünk, hogy biztosan megyünk, és tavasszal kezdjük meg. Úgyhogy készül a lakótelepen a üzletsor mögötti, mondjuk így, hogy sétáló résznek a kialakítása, teljes felújítása. Itt a térkövezés folyik, úgyhogy remélem, hogy ez a héten kész lesz, és utána jön a parkosítás rész, tehát ott az üzletek háta mögött még komoly parkosítás is, növényültetés is várható, ezen kívül pedig az üzletekkel szembe a 4-es melletti járda is újul, tehát ezt elkezdtük, és ezt szeretnénk folytatni majd, nem csak az üzletsor előtt, hanem végig a, mondjuk így, hogy a két busz megálló között is normális, szép új járdát szeretnénk építeni, és ezt a járdaépítést egyébként szeretnénk majd folytatni a másik oldalon is. Méghozzá én úgy gondolom, hogy a telepi úttól fogunk indulni, és jövünk föl egészen, mondjuk így, hogy a Market Central irányába, Budapest irányába. Természetesen nem tudjuk együttemben megcsinálni az egészet, de szakaszokba szeretnénk mondjuk 2 év alatt végigérni. Úgyhogy ez is várható, és ezt is el fogjuk kezdeni még az idén. Az útépítések közül, ami biztos, a Vas Albert utca el fog készülni, tehát azt szeretnénk leszőnyegezni, hogy fix aszfaltot kapjon. Egyébként ott szeretnék kitérni arra is, hogy az ottani szabadidőpark mondjuk így, hogy végleges formáját egyre inkább elnyeri. A gumírozás elkészült, most jön a műfű elhelyezése. Ez egyébként 2 ütemben történik meg. Először a pályákat fogjuk körben műfűvezni, hogy a sarat ne tudják fölhordani a gumifelületre, és majd a játszótér is kap műfűvet, és némi parkosítás is várható, tehát ott akkor komplett módon megújulhat és megújul a tér. Annyit még, hogy a lakótelepen nem csak a járdák újulnak meg, hanem új játszóeszközök is kihelyezésre kerülnek, sőt, ott is egy kicsit rendbe hozzuk az elhasználódott padokat is, illetve hát a környezetet is szeretnénk megújítani. Szabadtéri fitnesseszközök is kihelyezésre kerülnek az egyik sarkában a nagy lakótelepi játszótérnek, és most pénteken 23-án az FGS, aki egyébként felajánlója a játékok, az új játékok, tehát anyagi fedezetét ők vállalták, 50 munkatársal várhatóak, akik ilyen csapatépítő tréning keretében szeretnének személyesen is részt venni a park megújításában. Annyit kértek, hogy főzzünk nekik ebédet, tehát reggel érkeznek és délig akarnak itt tartózkodni, tehát sok ember fog itt tevékenykedni az FGS-től. Szerszámokat hoznak magukat, de a munkát azt majd mi határozzuk meg. Számukra festeni fognak, meg tereprendezést fognak egyébként végrehajtani. Hozzáteszem, a felajánlott 3 millió forinton túl az önkormányzat majd 1 millió forintot fordított ennek a parknak, illetve a játszótérnek a rendezésére, de remélem, hogy az új játékok hamar kedvelté válnak a gyerekek körében. Ráfért már erre a nagy játszótérre is egy kis felújítás, talán ez volt az első ilyen modern játszótér, amelyet azonban már az idő azért megkezdett, és úgy gondolom, hogy épp időszerű volt, hogy egy kicsit felfrissül, modernizálódjon. Május 16-án rendezték meg Vecsésen a Pest megyei vers és prózamondó, valamint a Bálint Ágnes mesemondó verseny döntőjét. A Pest megyei megmérettetésben 99 iskolás gyermek vett részt. A Nemzeti Művelődési Intézet évek óta rendszeresen megrendezi a Pest megyei iskolák és kulturális intézmények részvételével a vers és prózamondó versenyt. Ebben az évben a Bálint Ágnes Kulturális Központ nyújtott otthont az eseménynek. A rendezvényt Szlahó Csaba polgármester nyitotta meg, aki beszédében egyebek mellett a Kulturális Központ névadóját, Bálint Ágnes írónőt méltatta. Ő Vecsésen alkotott, élt, gyakorlatilag innen járt a televízióba, itt írt a legfontosabb regényeit, itt születtek meg a fejébe a legfontosabb mesefigurái,
És nekünk vecsésieknek nagyon fontos dolog, hogy az ő életművét életbe tartsuk, és a figyelem középpontjába terem. Olyan emberi értékeket közvetít felénk, amely a mai gyerekek számára is nagyon fontos, és ez igazából csak akkor érik be, amikor felnövünk, és amikor visszagondolunk erre, mert az ember, ahogy öregszik, egyre nosztalgikusabb hangulatba tud kerülni, de hát ezt a felnőttek jobban érti. Nektek egyszerűen csak nézni kell ezeket a meséket, hogy nekünk magyaroknak van egy volt, élt egy ilyen meseírónk, van egy ilyen meseregényírónk és alkotónőnk, akire nekünk büszkének kell lenni. És bizony, mi vecsések nagyon büszkék vagyunk rá, és azt szeretnénk, hogy ne merüljön a feledés homályába. Szlaó Csaba megnyitóját Fodor Gábor, a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ Pest megyei tankerületének vezetője folytatta, aki azonnal egy mesébe, egy kerek erdő közepébe csöppentette a hallgatóságot. És ennek az erdőnek a közepében élt egy sárkány. Ennek a sárkánynak 7 feje volt, és olyan nagy, erős tüzet tudott okádni, hogy senki nem mert a közelébe menni. Ez a sárkány fogva tartott egy királylányt. Már vagy 10 éve raposolt a királylány, olyan hosszúra nőtt a haja, hogy nem tudta már hova tenni. És ez a királylány nagyon-nagyon szomorú volt. Mindenféle üzenetet küldözgetett madarakkal, hogy hát, ha valaki megmenteni őt, az üzenetek nem jutottak ki a sárkány körzetéből, minden arra járó madarat a lángjával elenyésztett. Egyszer azonban, valamikor nagyon messzire ettől a sárkánytól egy kis faluban, felcseperedett egy kisfiúcska. Ez a kisfiúcska elhatározta, hogy elindul szerencsét próbálni. Hát nagyjából ilyesmik vannak egy mesében. Szeretnél adni tudni a mese végén? Akkor majd a végén elmondom. És ahogy a mesékben lenni szokott, a fiú útra kelt, hogy kiszabadítsa a sárkány fogságából a lányt, akivel aztán felcseperedve egybe keltek, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Ám május 16-án délelőtt ezen a rendezvényen verset próza, prózát mese követett. A mese a kakukról meg az óráról. Volt egyszer egy erdő, tele volt fákkal. A fák tele kakukkmadarakkal. Az erdő szélén pedig egy órásmester lakott, aki naphosszat ilyen-olyan órákkal bepecselt, de olyan elmerülten, hogy se látott, se hallott. Így élt, éldegélt, s mivel a saját munkáján kívül semmi sem érdekelte, amilyen nagyszerűen ismerte az órák szokásait, annyira fogalma sem volt a kakukkok szokásairól. Sőt, azt sem igen tudta, mifán terem ez a madár. Éppen ezért, amikor egy szép nap a nyitott ablakon át beröppent az órával telis, de teli szobába egy kakukk, az órásmester illedelmesen meghajolt előtte, és így köszönt neki. Berg Judit, Rumini Ferit szigeten című művét mutatták be az Andrássy telepi iskolások május 14-én a Kulturális Központban. A színdarabot Veszprémi Klára rendezte. Részletet láthatnak az előadásból. Nevem Negró, fedélzetmester. Legfőbb erényem a szigó. Legnagyobb hibám, olyan nincs. Habár, néha túl engedékeny. Persze a kapitány elégedett van a legénység. Béleszű! Igen, bátran állíthatom. Népszerű vagyok. Béleszű! És szép szemű is valóban. Habár ez másnapra tartozik. Tehát, ez itt a hajónapló. Ebbe jegyzek fel mindent, ami a szélkirályon történik. A szélkirálynő egy tengerjáró vitorlás. Már ha valaki nem tudná. Legutóbbi utunk a Delej tengeren volt. Rettenetes út. Volna azóta is borsolcik a hátam, ha csak belegondolok. És viszket is? Borzalmas volt. Elmesélem, hogyan történt. Első oldal, olvasom. Udi cél a Marcipán sziget, a Delej tenger keleti vidékén.
Rakomány felpakolva. Ajó, útra kész. Indulás, hajnal. Legénység, kész. Bemutatom a legénységet. Bojtos Benedek. Kapitány. Remek hajós. Tiszta. De sajnos vajból van a szívem. Sebestyén. Kormányos. Biztos kézzel vezeti a hajót, még a zátonyok között. Mégis túl engedélye. Cincogi doktor, hajóorvos. Átverhető. A naplopó betegséget színlelnek, ő meg ágyba küldi a naplopókat egy kis láz megkörülés miatt. Ajtony, hajószakács. Megbízhatatlan. Nem egyszer előfordult, hogy valakit vacsora megvonással büntettem, ő meg enni adott az illetőnek! Dolmányos Pedro, ezermester, törzszem. Jellemtelen. Véletlenül se jelenteni, ha valami gond van a hajóval. Matrózok, Dundi Bandi és Roland. Megbízhatatlan lusta banda. De hátra van még a fekete leves, a két léhűtő hajósinas. Két léhűtő hajósinas. Ez itt Valikó. Igazi léhűtő. A lógás nagyon megy neki. De ő még csak hadján, a másik bitanga főkolompos. Rumini, Rumini, Rumini! Nemrég még utcagyerek volt, és a hírhet rizsavandájával fosztogatott a városban. De a kapitány felvette a hajóra. Egy ilyen alkot! Gyáva, lusta, becstelen, hazug, sunyi, naplopó, almuszi, pivasz, fenyelmezetlen, nagyszájú, rúlmörgő, nagyképű, léhűtő! Teljesen megbízhatatlan van. Az összes bajunk miatt a kezdődik. Nagy erőnk, haladjuk. Az 1946-ban földjüktől megfosztott és kitelepített családokra emlékeztek május 18-án a Szentkereszt templomban. A misét követően a résztvevők koszorút helyeztek el a templom falán lévő kitelepítési emléktáblánál. So süß in Träumen, so arm, so
Május 19-én tartották a biológiai sokféleség nemzetközi napját. Ennek apropóján betekintettünk az állatvilágba, és dr. Sahintót Tibort kérdeztük, milyen házi kedvencet válasszunk az egyre bővülő lehetőségek közül. Igen, nehéz kérdés, hiszen a házi állatok, illetve a ház körül tartató állatok fajtája, és ezeknek a száma az utóbbi időben megnövekedett. Mindenféleképpen el kell döntenünk, ismernünk kell a család lehetőségeit, és azt szerint kell meghatároznunk, hogy milyen fajtájú állatot választunk az elkövetkezendő 2, 4, 5, 8, 10, esetleg még hosszabb időtartamra, hiszen ez egy óriási felelősség. Egy új élőlény csatlakozik a családunkhoz, gondoskodni kell róla, megfelelő időbeosztást kell megterveznünk, úgyhogy számtalan dologra kell gondolnunk, milyen anyagi lehetőségünk van ezen állatok eltartására. Egyáltalán alkalmazkodik-e a mi családi környezetünkhöz, nem mindegy, hogy 40 négyzetméteren vagy 400 négyzetméteren lakunk kertes házban, emeleten milyen a napi elfoglaltságunk, hány gyerek van a környezetben, stb. Szóval borzasztóan meg kell gondolni ezeknek a dolgokat. Melyek a leggyakoribb választások, házi kedvencek, például itt Vecsésen? Nyilván az utóbbi időben a kis helyen tartható kis törpenyúszik száma megemelkedett. Nagyon gyakran találkozunk hüllőtartásával, teknősök tartásával, de mégis a legkommerszebb és a legjobban elfogadott a cica és a kiskutyusok beszerzése és ezek környezetben való eltartása. Én is tulajdonképpen támogatom ezt, hiszen meg kell gondolnunk, hogy az állatok életkorának az ismeretében, hogy mennyi időre vállunk felelősséget ezekért az állatokért. Ha már esetleg a kutya mellett döntenek a családok, akkor nyilván itt is számos szempont jöhet szóba, de milyen kutyafajtákat ajánl elsősorban ilyen jellegű kertes házakban, mint amelyek itt gyakori Vecsésen? Nem térnénk ki fajtára, mert gyakorlatilag a különböző fajtájú kutyák keverékéből is nagyon szép és kedves házi állatok, kedvencek születnek. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ismernünk kell egy-egy kutya fajtának a habitusát, a szokásait, el kell mennünk érdeklődni a tenyésztőktől, és így kell elhatároznunk, hogy beillik a család mindennapi életrendjébe. Ha sokat járunk kirándulni, nagyobb területtel rendelkezünk, akkor a nagyobb mozgásigényű, több foglalatosságot igénylő kutyafajtákat is választani lehet, gondolok itt a magyar fajtákra. Számtalan esetben választunk olyan kutyát, aki később az ugatásával mind a saját, mind a szomszédok idegeire megy, tehát mindent jól körül kell nézni. Van-e rá időnk az etetésével, a különböző kiképzésével kapcsolatos dolgok intézésére, tudjuk-e a szabadba sétáltatni, van-e önmagunknak egyáltalán elég időnk arra, hogy tudjunk vele foglalkozni. Kertesháznál tartott kutyákat kell sétáltatni? Mindenféleképpen, hiszen ezek a kutyusok csak a saját teritoriumon belül tudnak unalmasan, de mégis köröket leírni. Fölfedezik nagyon gyorsan a kert minden zegét-zugát, de ha kivisszük őket, kutyás környezetbe kerülünk, vagy pedig egy nagyobb túrákat végzünk a kutyussal, egyrészt magunknak is nagyon jó a séta, másrészt pedig a kutyák inger szegény környezetből a kiszakítását is megoldjuk, és sokkal többet tudnak szaladgálni, mozogni. Kutyák, illetve még a macskák választásánál is fontos szempont szokott lenni általában az, hogy hím vagy nőstény legyen majd a házi kedvenc. Mi szól az egyik, illetve mi a másik mellett?
van egy olyan mondás, hogy vagy kutya, vagy kert, mert azért a kertben igen nagy károkat tudnak főleg kiskutyák okozni, de mindenféleképpen ugye az ürülékük, a vízelet és a BSR szennyezettsége megnövekszik a környezetben. A hímkutyák, a kankutyák ugye előszeretettel pisilnek le mindent a környezetbe, ezáltal főleg az örökzöld tujákat részesítik előnybe, kellemetlen szagot is okozva a környezetnek, tehát tulajdonképpen erre is figyelnünk kell a választás során. A nősténykutya a tüzelésével, szaporodásával való kapcsolatos évenkénti procedúrát kell ugye mindenféleképpen bekalkulálni. Ezért gyakorlatilag mindig azt javaslom, hogy akár hím, akár nőivarú kutya, az ivartanítás történjen meg minél előbb. Ennek következtében a szexuális viselkedéssel való problémákat kiiktatjuk, és nagy gondot veszünk le a vállunkról. Hol érdemes beszerezni ezeket az állatokat? Nyilván az állatmenhelyek is tele vannak sajnos leadott vagy elveszett állatokkal, de érdemes esetleg tenyésztő szakértelmét kikérni, vagy inkább az állatorvosét? Természetesen én azt szoktam mondani, hogy előzetesen konzultáljunk szakemberrel. Nagyon gyakran követik el azt a hibát, hogy nagyon fiatal életkorban lévő kiskutyát hoznak el, akár bőrzéről, vagy vásárokról, vagy akár menhelyről, és ha az immunbiológiai státusza nem jó a kutyusnak, akkor nagyon könnyen megbetegszik az elkövetkezendő 2-3 hétben. Másrészt pedig nagyon nyűgös, ismeretlen hátterű kutyákkal bánni fokozott figyelmet igényel. Ha a komoly tenyésztőtől vásárolja az ember a kutyát, nyilván ez egy magasabb összegbe kerül, de talán nagyobb a biztonságérzetünk, és ezáltal egy nemesebb állathoz, jószághoz jutunk hozzá. Nyilván a menhelyek száma az utóbbi időben nem hogy csökkenne, hanem nő. Ez azt is jelenti, hogy egyre több mentett kutya kerül a menhelyekre, most már bizonyítottan. Tehát onnan tudunk kivenni, és felelősséget vállalunk egy olyan kutyáért, akkor tulajdonképpen egy jót cselekszünk. Ma már azt lehet mondani, eléggé komolyan ellenőrzik az egészségügyi hátterüket ezeknek az állatoknak, de azért találkozunk néha komoly problémával is. Folytatjuk névjegy című rovatunkat, melyben ismert, elismert vecsésieket mutatunk be. Szappanos Krisztina vendége ezúttal dr. Horváth János házi orvos. Üdvözlöm Önöket, a Vecsési magazint látják. Mai vendégem dr. Horváth János házi orvos, aki már 32 éve tevékenykedik házi orvosként itt Vecsésen. Üdvözöllek a stúdióban. Tiszteletem. És a nézőket is köszöntöm sok szeretettel. A régi ismeretségre való tekintettel tegeződni fogunk. Köszönöm. Ugye azzal kezdtem, hogy 30 éve vagy házi orvos Vecsésen, de hát nyilván valahogy és valahol elkezdted ezt a hivatást. Hogyan emlékszel vissza az kezdeti időkre? 73-ban érettségiztem Pesten a Radnóti gimnáziumban, mi ahhoz laktunk közel, és utána fölvettek az orvos egyetemre, és 73-tól 79-ig azt elvégeztem, és én nagyon szerettem volna sportorvos lenni. Akkor is már rendszeresen sportoltam, hát ha futball sportnak számít, most már remélem talán megint, és hát mindenképpen a sportkórház közelébe szerettem volna kerülni, ezért az egyetem alatt is én sportélettannal foglalkoztam, és ott a Frankl Robi bácsinál, aki egy legendás név volt a TFN, annál voltam tudományos diákköri tag, egy nagyon jó barátommal, és hát sok minden érdekes kísérletet csináltunk, patkányokat úsztattunk, egereket úsztattunk, és akkor néztük az edzettségét. Aztán írtunk az olimpiára készülő sportolóknak felmérő kérdőíveket, azokat elemeztük, és rájöttünk, hogy ha elemezzük, akkor se teljesítenek ők jobban, de rosszabbul se. De viszont hát nekünk azért mégiscsak a sporttal és a sportélettannal való foglalkozást jelentette ez. És akkor végül is ezen múltammal fölvettek a sportkórházba az ortopéd sebészetre, és ott 79-től 82-ig dolgoztam, illetve hát köztem még voltam 11 hónapig katona is, úgyhogy katonaviselt ember vagyok.
neked a sport szeretete sosem akart felülkerekedni az orvostudomány iránti szereteteden? De igen, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de én jártam annak idején a legendás központi sportiskolába, és ott volt egy legendás kapusedző, Hargitai Gyuri bácsi, aki tragikus körülmények között egy motorcsónak balesetbe vesztette életét, hogy ezt a mai napig nem tudom. De ott én együtt szerepelhettem olyan különböző korosztályos kapusokkal, ugye aki 50-be, 51-be, 52, 53, 54, tehát így végig sorolhatnám, mi együtt edzettünk. Na most én nekem ott nagyon jó rálátásom volt, hogy a többieknek a képességei, mind fizikálisan, tehát 180 centi fölött, 190 centi fölött, mind ügyességben, egyébben felülmúlják az enyémet, és hát hiába vagyok én szorgalmas, vagy kétszer olyan szorgalmas, az eredmény az azért ezen a szinten nem fog megjönni, tehát itt kellenek bizonyos fizikai adottságok is, és ezért aztán hát azt gondoltam, hogy igaza van idesapámnak, hogy azt mondta, hogy azért próbáljál meg inkább tanulni, mert azért belőled nagy futballista sose lesz. És hát ebbe igaza volt, úgyhogy ha előre szaladhatok a dolgokban annyiban, hogyha már itt tartunk, hogy én ezért örültem olyan nagyon, amikor megalakult a 90-es évek közepén először a házi orvosokból a magyar házi orvos labdarúgó válogatott, aminek akkor tagja lettem, és aztán később ezt kibővítettük, hogy már szakorvosok is, akkor egy sokkal komolyabb csapatunk lett, és hát ezzel a csapattal én ötszörös világbajnok lehettem, ahol konkrétan ugye futballozhattam is, tehát én egy olyan világversenyszerű dolgon nem is egyszer részt vettem, mint akár az Európa-bajnokság, akkor a világbajnokság, tehát ugyanúgy készültünk a selejtező meccsekre, az elődöntőre, a döntőre, amikor nem sikerült, akkor a harmadik helyére, amikor sírtunk előző éjszaka, hogy miért nem pont Magyarországon, miért nem jutottunk be a döntőbe, de nem jutottunk be a döntőbe. Tehát azért mondom, hogy voltak ebben jó, nagyon jó élmények, és hát voltam, mint a sporttal együtt járni, ha kudarcok is. Milyen poszton fociztál? Én kapus voltam. Ezek szerint te minden területen szeretsz védeni. Igen, körülbelül így van. Jó, kanyarodjunk vissza az orvosi egyetemre, amikor ugye patkányokat úsztattál, és Franklin Robert mellett dolgoztál. Vele volt szerencsém nekem is találkozni, és valóban egy nagy koponya, de ő nagyon magasra tette a lécet, én úgy tudom mindenkinek. Melyek voltak azok a lécek, vagy mi volt az, amit úgy éreztél, hogy ezt ha megugrod, akkor valóban jó orvos lehetsz? Hát ő elsősorban azt várta el az ilyen kísérletezéseknél is, hogy legyen valaminek eleje, közepe, meg vége. Tehát tervezzük meg, hogy akkor ez így van, és akkor egy dolgot azt ő nagyon nem szeretett, hogyha valaki linkeskedett. Tehát hogyha meg volt beszélve, hogy az úsztatás hetente háromszor, és ez két hétig megy, akkor annak ott kellett lenni, és nem lehetett azt mondani, nekünk is voltak akkor fontos óráink, meg neki is biztos fontos órája volt, de ő is szakított ránk időt, és tőlünk is ez kutya kötelességnek elvárta, hogy mi is ezt a dolgot megcsináljuk, és akkor együtt minden lépést megbeszélhetünk. Tényleg a későbbiekben is, hogyha bármilyen problémánk volt a sport vagy a sportélettan területén, vagy akármikor, ő egy nagyon kedves és tényleg valóban nagy tudású ember volt, én nagyon szerettem a Robi bácsit, és hát ugye elvárta, hogy ezt leírjuk, ezt megfelelőképpen dokumentáljuk, hát ezeket a dolgokat, mint ami a tudományos munkához kell, de félreértés ne essék, én nem akarom azt mondani, hogy ez egy borzalmasan nagy tudományos munka volt. Abban az időben, amikor valaki egyetemista volt, és akkor mellette sportolt, és még tudományos munkát is végzett, akkor legfeljebb annyit tudok mondani a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy nem mehettünk el sörözni, hanem meg kellett úsztatni a patkányt, majd utána mehettünk el sörözni. Tehát ez ilyen volt azért, nem túl dimenzionálva a dolgokat. Nagyon céltudatosan készülhettél azért erre a pályára, de ez mikor körvonalazódott benned? Hány éves korodban? Vagy milyen indítatás? Valahogy ez így kialakult egy darabig a gimnáziumban, miután aránylag jó tanuló voltam, ezért egy második-harmadik gimnazista koromig szinte el sem tudtam dönteni, hogy műszaki egyetemre menjek, vagy közgazdasági egyetemre menjek, vagy valami, de akkor az egyik tanárnőm, a biológia tanárnő az azt mondta, hogy hát abban ne is gondolkozzak, hogy én az orvosira felvételt nyerjek. És ezen elgondolkoztam, hogy miért mondanak nekem ilyen. Valószínűleg azért, mert nem voltam elég szorgalmas a biológia tanulás, és mondtam, hogy hát azért ez
ezt megmutatom, azt nem hiszem, hogy engem ne vennének föl az orvosi egyetemre, de hát aztán nagy szerencsém is volt abból a szempontból, hogy én egy kémia-fizika tagozatos osztályba jártam, ahol nagyon kemény követelményrendszer volt a Radnótiban, és hát ugye a biológia-fizika volt a két felvételi tárgy, és hát a fizika nekem lényegesen könnyebb volt, tehát ott egy felvételi szintű dolgozatot azt mi negyedikbe, azt mondom, hogy két hetente megírtunk. Az egyszerűen kötelező volt, és mind a 36-an ahányan elvégeztük az osztályt, megírtuk, és jól megírtuk, és van, aki jobban, van, aki még jobban. Egyedül a biológiát kellett pótolni, és hát ugye milyen az élet, ahogy utólag megtudtam a pontszámaimat, mibe vesztettem pontot, a fizikából vesztettem fél pontot, a biológiából minden jegyem ötös volt, de az egyik fizikai jegyem az mégiscsak négyesre sikeredett, pedig oda tettem volna fél kezemet, mint Mucius Savola, hogy na abból én hozok két darab ötöst. Nem sikerült. De hát a 19 és fél pont, akkor ugye 20 pont volt a maximum, azért az elegendő volt a felvételihez. Igaz, hogy nem akar, de mégis motivált akkor a biológiát. Igen. Ezt később aztán el is meséltem neki, és azt mondta, hogy azért ő nagy örömmel vette, mert ő is úgy gondolta, hogy én inkább csak lustaságból nem tanulom ezt a tárgyat, biztos szeretem én ezt. Hát igen. Te megmered általában kérdezni az emberektől azt, hogy szia, hogy vagy? Vagy félsz a választól, hogy utána receptet kell írnod? Hát nem, én szoktam, én egyetlen egy dolgot nem nagyon szeretek, hogyha ha baráti társaságban, ha kiderül az emberről, hogy orvos, és akkor csak ilyen témáról szeretnének vele beszélni, mert rengeteg sok érdekes téma van mindenki számára. Persze azt is megértem, hogy az ő számára meg az egy érdekes téma, hogy akkor valakitől hallhat egy közvetlen vélemény, de mondjuk az az érdekes, hogyha mi évtizedek óta, 20-25 éve, talán több is 30 éve tarokkozunk, és ugye orvos barátok, nagyon keveset beszélünk orvostudományról. Persze minden egyes ilyen 3-4 órás tarokkozásnak van egy ilyen része, amikor beszélgetünk, de rövid ideig, 15-20 percig, hogy veled hogy van, mi hogy van, és akkor utána teljesen más hétköznapi főzésről, nőkről, fiúkról, futballról, mindenről. De hogyha boltban találkozol ismerősökkel, vagy akár az utcán, jártatban, kelteden, vagy éppen amikor ügyintézel és sietnél, akkor általában az emberek ontják rád a panaszaikat, vagy ezt megpróbálod valahogy elegánsan kikerülni? Nem szokták ezt. Hát meg régóta itt vagyok, persze eleinte biztos ez gyakrabban volt, aztán utána kevésbé. Mindenki belátta, hogy a közértben nem muszáj erről beszélni, nekem is lehet dolgom, meg neki is dolga van. Kezelhető ez a dolog. Nincs ezzel semmi probléma. Valaki megállít, és tényleg szeretne egy egyszerű kérdést, biztos meg fogom neki válaszolni, akinek hosszabban arra valóban ott van a rendelési idő, és akkor meg tudjuk beszélni. Hogy kerültél az ortopédiáról? Ugye említetted, hogy azzal kezdted, azzal a szakterülettel ide Vecsésre a házi orvosi rendelőbe? Hát tulajdonképpen úgy, hogy az én családom vecsési születésű, tehát az én nagymamám, a Massa család, nagymamám is, meg anyám is Vecsésen született, és a Massa féle kőfaragó családhoz tartozunk, és abban az időben éppen Várszegi Gyuri rokonunk volt a tanácselnök. Szegény pont akkor kapott infarktust, amikor előtte valamikor fölhívott, hogy te van itt egy állás, és akkor nem akarsz kijönni, lakást is tudunk hozzáadni. És akkor gondolkoztam, hogy hát én annyira sportorvos akarok lenni. Igen, ám csak, hogy a sportkórházban mit ad Isten, dolgozni ugyan dolgozhattam, de rájöttem, hogy nagyon nehezen bírom a hierarchiát. Tehát volt két főorvos, négy adjunktus előttem, ez is mindenki a kicsinek valamilyen parancsot adott reggel, és hát ez gyakran teljesen ellentmondásos volt, és akkor mindig mondtam, hogy emberek tessenek figyelni, mindig, mint a katonaságnál tanultam, az utolsó parancsot fogom végrehajtani. Tehát az egyik főorvos azt mondta, hogy nem, ez holnap nem lesz műtétre, mert hogy először lássa a fülorgégész, abból én már tudtam, hogy ez tényleg nem lesz, mert a fülorgégész talál valamit, akkor az elhalasztja. Akkor persze rögtön engem délután elővettek, hogy hát mi nincs kivizsgálva a beteg, meg a főorvos urát mondtam, a másik főorvos azt mondta, hogy először fülorgégész. Tehát ő, hát az én betegem. Hát mondtam, hogy ezt tessenek egymás között elintézni. Szóval ezt egy kicsikét nehezen viseltem, és azért mindig gondolkoztam, hogy jobb lenne egy kicsit önállóbban.
és akkor Várszegi Gyuri barátom, érdekes, akkor ide jött a Gajdácsi Árpi főorvos, ezt a körzetet elfoglalta, és aztán utána Fodor Etelka körzetét is felajánlották, az egy üzemkörzeti orvosi állás volt, a TSZ is hozzá tartozott, és akkor azt mondta, hogy most ajánl még egyet, de most már nem lehet többet ezen sokat gondolkodni, és akkor azt mondtam, hogy igen, mert akkor megszületett októberben Linda lányom, és nem volt nagyon lakás lehetőségünk sem, hát mondjuk a anyósékkal laktunk az MK-házba, egy régi polgári nagy lakásba, de hát azért az mégis egy önálló falusi hely, azt gondoltam, hogy a gyerekeknek is, vagy gyereknek jó lesz, és akkor elfogadtam ezt a dolgot, és akkor ide jöttem 82. januárjában, foglaltam el ezt az állást. Nagyon érdekes még azt elmondani, hogy azért mennyire gondolom, hogy vezérli az Úr vagy a Teremtő az ember sorsát, hogy a katonaságnál engem eleve a kötelező 3 hónap után építő alakulathoz vezéreltek. Az építő alakulatnál ugye ott azért sokkal több sérülés, sokkal több baj van a katonákkal, mert elég rendes a megterelés, ott ők nem akarnak lógni, mert maguknak pénzt keresnek, meg a tiszteknek is pénzt keresnek, de ott valóban egy kicsikét hasonló dolgot lát el a csapatorvos, hogy ott a katonákat vizsgálja, és aztán utána megint csak valamilyen rejtélyes oknál fogva, pedig már nagyon jó dolgom volt, 100 Halombattán, és akkor átkerültem a pesti hadkiegészítő parancsnokságra, és ott konkrétan egy háziorvosi rendelőt kellett a nulláról berendeznem és beindítanom. Azt mondták, hogy katona, ehhez 2 hete van, itt van egy doktorbá, katonaorvos bácsinak a címe, ő 100 Halombattán rendel, 2 hétig kijárhat hozzá, tudja meg, hogy mi kell, 1 hét múlva adja le a rendelést, és 2 hét múlva hétfőn kezdje el a rendelést. Értettem? Mondtam, értettem, hát erre sok válasz nem volt. Na és akkor ott gyakorlatilag egy ilyen előképzettséget is szereztem, mert ott már hát úgy kellett dolgozni, mint a házi orvosnak. Tehát ugyanolyan naplók voltak, ugyanúgy betegállományban is vehettem a katonákat, szóval teljesen hasonló volt. Na hát ez volt az előiskola, és akkor utána visszamentem még a sportkórházba, ezt az egészet egy kicsit elfelejtettem, fiókba tettem, és aztán egyszer csak az élet hoz egy ilyet, hogy fölkínálnak egy házi orvosi állást. És akkor nem is azt az állást, a másikat, a üzemházi orvosit, a TSZ-t fogadtam el, ami aztán később az üzemorvoslásban, amit csinálok, azért az nagy segítséget adott, mert közben abban is beletanultam. Érdekes volt. Hogyan sokasodott a család? Linda nálam, lányom 80-ban született, és akkor ugye ő kicsi volt, amikor 82. januárjában kijöttünk, másfél éves, és 84-ben született meg Szandi lányom, és akkor így lett 2 lányom, ők ide jártak óvodába, bölcsödébe a Szandi, hát azt ő nem bírta, az biztos, az egyáltalán nem bírta, akkor onnan kivettük, akkor egy néni vigyázgatott rá, és akkor az óvodát már jól bírták mind a ketten, és akkor ide jártak a Petőfi téri iskolába is, és innen mentek pesti gimnáziumokba. Rengeteg embert megismertél, mondjuk addig sem szenvedtél ebben hiányt, de attól kezdve, hogy házi orvos lettél, nyilván bővült az ismeretségi köröd. Ez megalapozta, vagy ez szerepet játszott abban, hogy később képviselő, majd alpolgármester is lettél? Hát egész biztos, hogy szerepet játszott benne, mert ugye az ember házi orvosként azzal az arcpolitikával ül le a kis székre, az asztal mögé, hogy próbáljon segíteni az embereknek az egészségügyi gondjain. Hogyha ezt egy kicsikét kiszélesítjük, akkor próbáljon meg segíteni az embereknek az egyéb dolgain és gondjain, amik egy akkor még faluban, aztán később hát, pont képviselőségem idején lettünk város, tehát ebben is részt vehettem, és gondoltam, hogy tudok rajtuk segíteni. De kétélű dolog ez. Tehát egy darabig azt gondolom, így visszajelzésekből is, meg ahogy ugye a homokórámon leperegnek a szemek, de visszagondolok, hogy ezt az emberek eleinte jópofá dolognak tartották, aztán később már nem annyira, mert ugye pláne amikor alpolgármester lettem, akkor az elég sok időmet vette el, és akkor elég sokat kellett helyettesíteni, és elég sokszor nem találtak itt. Mondjuk volt szerencsém többször, hogy voltak mindig rezidens kis tanítványaim, doktoraim, én
92 óta oktatok az egyetemen a házi orvosi tanszéken, és akkor ők kisegítettek, tehát ők már eljutottak oda, hogy tudtak egy-egy napot rendelni, és akkor én csinálhattam ezeket a dolgokat, de a betegek ezt nem vették olyan nagyon jó szívvel le, vagy legalábbis most utólag úgy gondolom, hogy volt erre utaló jel egy olyan szavazáson például, amikor én függetlenként indultam, akkor ők azt mondták, hogy nem, az úgy nem lesz jó. A visszajelzések mennyire befolyásolnak téged, és nyilván mondjuk mindig pozitív erőforrásként tudod felhasználni azt is, hogy azért időről időre elismerést vagy kitüntetést kapsz. Igen, hát ezek abszolút pozitívan befolyásolják az embert. Ezek az apró jelzések is kell, hogy megfelelő irányba tereljék az embert. Lehet, hogy talán ebben egy kicsikét korábban is gondolkozhattam volna, de ezek most már mind elmúltak, ezekről kár olyan nagyon sokat beszélni. Nagyon sok olyan kitüntetést kaptam, amire a sporton kívül, amikről már beszéltünk, azon kívül is nagyon büszke vagyok. Ugye a legfontosabb 2012-ben kaptam meg a Pro Urbe díjat Vecsés városáért, és hát a szakmai kitüntetés is megtalált 2003-ban, és akkor megint csak el kell mondanom azt, hogy éppen országosan szocialista kormányzat volt, és mégis elfogadták az akkor is ugye köztudott, hogy jobboldali Fidesz kormányzat ajánlását, és a legnagyobb szakmai kitüntetésnek is részese lehettem. Batthyány Stratmann díjat kaptam 2003-ban, Csehák Judit miniszterasszonytól vehettem át. Tehát azért nem volt az a politikában, nem volt az az éles szembenállás, én azt gondolom, mint most. Milyen egy jó orvos? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Biztos, hogy az empátia készség az nagyon fontos a szakmai tudás mellett, mert hiába valaki a legújabb ismeretek birtokában leledzik, ha ezt nem tudja a beteggel kellően kommunikálni, akkor abból nem lesz semmi. Tehát mindenféleképpen egy olyan közös játék a gyógyítás, ami persze az játékot idézőjelbe teszem, ahol mind a két félnek jelentős szerepe van. Tehát az egyik valamilyen tanácsot ad, a másik ezt megfontolja, és ennek bizonyos részét megfogadja, és akkor utána az első ember az azt mondja, hogy hát látom, hogy az egészet nem fogadtad meg, de akkor mit tudsz még befogadni, és akkor próbálok még terhet rárakni, hogy esetleg javuljon. Szóval biztos, hogy a kölcsönös bizalom és megbecsülésnél nélkül nincs jó orvos-beteg kapcsolat. Ha leülnénk 10 év múlva beszélgetni, akkor mikor lennél elégedett, hogyha miről számolhatnál be nekem veled kapcsolatban? Én elégedett vagyok az életemmel. Hogyha ez ugyanígy folytatódik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy elégedett emberrel fogsz szembe találkozni. Én most is a magam módján elégedett ember vagyok. Nem tudok két autóval járni, tehát nekem elég az, nekem általában egy nadrágot húzok föl, kivéve télen, ha nagyon hideg van és egy cipőm van, de szeretem, hogyha ha megtehetem azt is, hogyha ki szeretném kicserélni a teniszütőmet, akkor kicserélhetem, és nekem a pénz meg a gazdagság az legfeljebb olyan dolgok, tehát a hobbimnak a műveléséhez kell. Én megvehetem a legjobb borokat is, ha akarok, elutazhatok távoli vidékekre is, az én gyerekeimmel szóba tudok állni, annak ellenére, hogy elváltam, hál' Istennek, a volt feleségemmel és a gyerekeimmel is csodálatos kapcsolat maradt, mi napi kapcsolatban vagyunk, ha nem is azt jelenti, hogy minden nap fölhívom őket, vagy ők fölhívnak engem, de tudunk egymásról, hobbiaink is közösek, ők is szeretik a sportot, a lovakat, a lovaglást, tehát nem tudok mit mondani, barátaim vannak, és azt gondolom, hogy ha ez így folytatódik, akkor már csak egyet tudnék mondani, hogy kicsit jobb lenne a bal térdem. Akkor kívánom, hogy jobb legyen a bal térdem. Köszönöm szépen. Menjél orvoshoz. Ezzel hiába megyek, az az igazság. Híres vagyok a 4 ahilleszín szakadásomról, úgyhogy 2-2, tehát mind a két lábam. Mert egyik elszakadt, megoperálták, és mielőtt még meggyógyult volna, azelőtt elszakadt, pedig nem mindig azt mondom, hogy én tehettem róla, de ilyen anyagból gyúrtak, és kész. Nem is az, tehát a második alkalom, és a legjobb barátom operált, és azt mondja, hogy hát ez tökéletes lesz, és tökéletes lett ott is másodszorra. De másodszorra
mint komolyan mondom, meg lehet nézni, mint a lónak az ina, olyan az Achilles-ina, azzal nincs gond. Hát van helyette másikkal. Akkor neked a hajad a gyenge ponton, nem? A sarkad már nem lehet. Ja, igen, lehet, hogy az. Bajnok lett a junior női kézilabda csapat. A lányokat immáron másfél éve Csenki Csilla készíti fel az összecsapásokra. Én azt gondolom, hogy ezek a lányok nagyon megérdemelték ezt a győzelmet, ugyanis heti 4 edzéssel készültünk, a bajnokság elején elmentünk egy edzőtáborba. Az elején egy kicsit nyögvenyelősen indult a bajnokság, ugye ahogy általában szokott, de én azt gondolom, hogy a lányok mindent megtettek azért, hogy megnyerjék, és én is éreztem rajtuk azt, hogy képesek arra, hogy ebben a bajnokságban nagyon jó eredményt érjenek el. Akaraterőben ezek szerint és felkészültségben sem volt hiány. Melyek voltak azok az esetleges menet közbeni gyenge pontok, amin javítani kellett? Hát én azt gondolom, hogy voltak olyan pontok, amikor az edzésen nem úgy teljesítettek, nagyon fáradtak voltak. Ugye ez a heti 4 edzés másfél órában ez azért elég kemény. Én másfél évvel ezelőtt vettem hát a csapatot édesanyámtól, és én nagyon-nagyon meghajtottam őket ebbe a másfél évbe. Azt gondolom, hogy azért ez az eredmény látszódik is rajtuk, és főleg itt a végén voltak olyan problémák, amikor kezdtünk elfogyni ilyen-olyan sérülések miatt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek voltak azok, amik olyan negatívumai voltak esetleg ennek a bajnokságnak. Személycserékre volt-e szükség ez idő alatt? Érkezett egy-két játékos időközben, de ők keveset tudtak csak hozzátenni, illetve aki többet hozzátett, ő meg sajnos megsérült időközben, tehát ő neki meg is kellett műteni a lábát, úgyhogy igazából csak ezek voltak. Melyik volt az a mérkőzés, amire a leginkább szeretnek visszaemlékezni, illetve melyik az, amelyik a leginkább úgymond megizzasztotta a lányokat? Hát én azt gondolom, hogy amelyik a leginkább megizzasztotta, és amelyik tényleg az első helyért ment, az a Dunaújváros KKA-val, mert ugye ő NB1-es csapat utánpótlása, itt serdülő, ifi játékosokról van szó, akik heti 8 edzéssel készülnek. Igen, és én azt gondolom, hogy mivel őket meg tudtuk verni itthon 5 góllal, ott viszont sajnos 1 góllal kikaptunk, ezért ugye most azért állhatunk a dobogó legfelső fokán, mert ugye 4 gól az a mi javunkra döntött. Amikor holtponton van a csapat, és ugye fáradtak a heti 4 edzést követően is a lányok, akkor hogyan lehet inspirálni őket arra, hogy még merítsenek erőt magukból? Én azt gondolom, hogy játékokkal. Tehát játékokat teszek be az edzésbe, egy kicsit a hangulatot, megpróbálom egy kicsit feltuningolni, tehát hogy ne ilyen lógóral edzenek. De én azt gondolom, hogy ez nagyon nem jellemző rájuk. Tehát szeretnek lejönni edzésre, azt a 4 edzést azért azt végigcsinálják keményen, és nagyon szeretnek játszani. Milyen perspektívák tárultak a lányok, illetve a csapat elé azáltal, hogy most megnyerték a bajnokságot? Én azt gondolom, hogy van egy 4-5 játékos, akinek előbb-utóbb helye lesz a felnőtt csapatban, sőt egyre többet játszanak ugye a felnőttek között. Továbbfejlődés lehetőség csak ez lenne számukra, hogy a felnőttbe is meg tudják mutatni azt, amit a juniorba, hogy igazából mit tudnak. Ezt a bajnokságot most a csúcson hagyják abba, hogyan tovább? Elmegyünk egy kis pihenőre majd, de még közben edzegetünk azért, tehát lazábra vesszük azért, de edzegetünk még. Aztán utána elmegyünk Izolára, egy tornára, az is nagyon-nagyon jó lesz, külföldi csapatokkal fogunk játszani, majd augusztusban edzőtábor, és... Hát én azt gondolom, itt vannak olyan 95-ös játékosok, mert ugye itt most a 94-esek fognak kiöregedni, ott 4 játékos már abszolút fel fog kerülni a felnőttbe, tehát ők már ott fognak játszani, és én azt gondolom, hogy azokat, akik 95-ös születésűek, akiknek utolsó évük lesz a juniorban, őket is mindenféleképpen fel kell tornázni a felnőttbe, hogy ott kapjanak több lehetőséget.
hogyha sok nő együtt van, sok lány, akkor ott azért konfliktusokban sincs általában hiány. A sport az mennyire hidalja át ezeket az úgymond esetleges nézeteltéréseket? Én azt gondolom, hogy ezeknél a lányoknál inkább a fáradtság okozza ezeket a problémákat. Nagyon-nagyon jól együtt vannak, nagyon szeretik egymást. Én különben szeretem, hogyha történik egy incidens, egy atrocitás, azt rögtön azonnal megbeszélni. Tehát rögtön, és aztán utána tényleg ne úgy menjenek haza, meg fel az öltözőbe, hogy haragszanak egymásra, hanem ott rögtön. Ha ők meg tudják egymás között beszélni, az nagyon jó. Ha esetleg nem, akkor már én is belefolyok. Ez a másfél év elég volt ahhoz, hogy teljes egészében megismerje a csapat minden tagját, és mindenkit alaposan látva, felismerve a tehetségét, képességeit a helyén tudjon kezelni, vagy vannak még esetleg olyan pontok, amin úgy érzi, hogy önnek is, mint edzőnek csiszolnia kell a stíluson, vagy a stratégián? Igen, ez nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy megismertem őket. Igaz, hogy vannak még olyan pontok a játékosoknál, aminél tényleg csiszolni kell. Tehát folyamatosan látom, nincs két egyforma mérkőzés. Tehát az egyik mérkőzésen ezt látom, hibának a másik mérkőzésen más. Hibának. Én azt gondolom, hogy egy edzőnek soha nem szabad megelégednie, mindig előre kell törnie, és előre kell néznie, hogy miben tud még többet segíteni a játékosainak. Még három mérkőzés is véget ér a szezon az Old Boys futballcsapata számára. Az eddigi mérleget Krausz István és Hamburger György értékeli. Az elmúlt fél szezonunk eléggé kettősségekbe telt el. Elején nagyon jól kezdtünk, és utána a bajnokság, illetve a szezon közepén jött egy sérülés hullámunk, ahol 4-5 meghatározó játékosunk sajnos kiesett két meccsre, és ez nekünk nagyon fájó volt. Az egyik a Pomáz elleni hazai mérkőzés, a másik pedig a Ferencváros elleni elmaradt mérkőzés, ahol mind a két mérkőzésen 2-0-ra vezettünk, és mind a kettőt ki tudtuk hozni döntetlenre, és ez elég fájó 4 pont, amit elhullajtottunk. A legutóbbi mérkőzésünk pedig a Gödöllő ellen volt, ahol szintén sajnos volt hiányzónk egy 2-3, szintén meghatározó játékosok. Nem is tudok mit mondani a csapatra, mert nagyon jól játszottunk, de sajnos 4-3-ra kikaptunk Gödöllőn. Ez is fájó. Milyen jellegű sérülésekről beszélhetünk, illetve gondolom, hogy minden egyes csapattárs meghatározó személyiség? Hát igen, sajnos ebbe a korban ugye a legjellemzőbb egy húzódás, ami már nem úgy van, mint régen, hogy egy-két hét alatt kiheverik, hanem már 3-4 heteket vesz igénybe. Ez szinte mindegyik játékosomnak, aki sérült, annak mind a 3-4 embernek húzódása van sajnos. Mennyi ideig kell őket nélkülözni? Hát úgy néz ki, hogy a Csőke Lajost valószínűleg, hogy csak az utolsó mérkőzésen fog tudni játszani, ugye még 3 meccsünk van, csak az utolsó meccsen fog tudni játszani. Én bízom benne, hogy a Hamburger Gyuri meg a Herbá Jani az már talán most a hazai mérkőzésünkön pénteken az Ikarus ellen már fog tudni játszani. Hogy áll a sérüléssel, gyógyulással? Bizakodó vagyok a sérülésemmel kapcsolatosan, úgy érzem, hogy már pénteken labdába tudok rúgni az első fél időbe is. Hát ez egy visszajövő sérülés, egy 4-5 mérkőzéssel ezelőtt egy ilyen szúrást éreztem a vállimban, ami egy ilyen részleges szakadást idézett elő, majd ezt 2-3 hét alatt kipihentem, és az előző meccsen újra visszajött ez a sérülés. Hát sajnos ezzel a részleges szakadással a pihenésnek a legjobb gyógyulás, illetve az olyan irányú terhelés, ami a mozgást, ami a vérkeringést ugye fokozza, de terhelni semmiképpen nem szabad. Ez 2-3 hét, illetve 5-6 attól függ, milyen mérvű a szakadás. A sérülése következtében hogyan kellett átrendezni a csapatod? Hát igen, ez a legnehezebb a mi bajnokságunkban, illetve a mi korosztályunkban. Ugye a korunknál fogva elég nehéz adott pozíciókban ugyanolyan képességű játékost találni, de azért én úgy gondolom, hellyel közel sikeresen megoldjuk. Ha nem sikerül, akkor sajnos ilyen hullámzó teljesítményt nyújtunk, amit jelez az is, hogy most ilyen 50%-os teljesítményt tudtunk nyújtani a tavaszi szezonban. Hány olyan játékos van, akik meghatározónak számítanak a csapatban, bár nyilván mindegyikük az? Igen, mindenki meghatározó, de az a szűk keret, aki nélkül már nem olyan az eredményességünk, az egy olyan 5-6 fő. 50%-ok sérült, ebben benne volt egyszer a kapusunk, aki egy bordasérülés szenvedett, aki múlt meccsen nem játszott.
ugye két-három középpályás, illetve a védelemből is egy kiesik, akkor már elég nehéz úgy pótolni őket, hogy a teljesítmény ne romoljon le. Három mérkőzés van már csak hátra. Mit remél az elkövetkezendő összecsapásoktól, illetve hogyan összegezni az eddigieket? Az eddigieket, ugye ahogy a Pista is említette, 50%-kal zártuk az eddigi mérkőzéseinket. Én mindig optimista vagyok, és én mindig többet várok általában. Most is azt mondom, hogy a hátralévő három mérkőzésünkből én szeretnék egy 7 pontot szerezni, tehát ez 2 győzelem, illetve 1 döntetlen. És akkor azt hiszem, hogy azt a célt elértük, hogy egy középmezőnyben tudunk végezni a bajnokságban. Ha nem sikerül, akkor sem leszünk elkesedve, a kiesést mindenféleképpen el fogjuk kerülni. Kik lesznek még az ellenfelek? Most pénteken 18.30-kor kezdünk, 17.30-kor kezdünk az Icarus csapata ellen, aki körülbelül azonos képességű csapat, olyasmi pontszáma rendelkezik, mint mi. Aztán megyünk az RTK-hoz, ez egy 17. kerületi csapat, akiről azt tudjuk, hogy tavaly nagyon gyengén szerepeltek, de az idei tavaszi szezonban talán vagy 2 vagy 3 erősségük van, tehát ők valószínű meglepetést fognak nekünk okozni, de nem igyedünk meg tőlük. Majd az utolsó mérkőzés a Kelen csapata lesz, aki szerintem verhető itthon. Gyereksarok címmel új rovatot indítunk a Vecsési magazinban. Várjuk olyan gyerekek és szüleik jelentkezését, akik valamiben kiemelkedően teljesítenek, legyen az tanulmányi verseny, különleges hobbi, sport, vagy akik úgy érzik valamiért, szeretnék megismertetni magukat a nagyvilággal. A jelentkezéseket fényképpel és rövid bemutatkozó szöveggel kérjük küldjék a Vecsési magazin kukac.williams.hu e-mail címre. A tárgy rovatba feltétlen írják be Gyereksarok. Köszönöm figyelmüket, önök a Williams Televízió Vecsési magazin című műsorának május 23-ai adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva pénteken este 18 órakor jelentkezünk. Töltsék kellemesen az estét, további jó tévézést, viszontlátásra!